Már is bele is csapunk a lecsóba? Bele, apukám. Papi! Hát hello! Nagyon különleges videóval jöttem, mert van egy kis segítőm, őt úgy hívják, hogy Papi. Már láthattátok egy előző videómban. De ő úgy döntött, hogy a kis kuktám szeretne lenni, ugye Papi? Veganizálni fogunk a mai videóban. Mindig elmondom szerintem minden egyes veganizálvánál, hogy 1000 millió éve nem volt, és most nem más fogok veganizálni, mint Barbit és Andrist, akiknek nagyon sok TikTok, négyfogásos TikTok menüs videója van. Biztos vagyok benne, hogy már mindannyian láttátok őket, amikor kőpapírolóznak, és amelyikük nyer, az választhat először is egy italt, aztán egy előételt, aztán egy főételt és egy desszertet. És azt gondoltam, hogy mi is együk-ígyuk végig ezt a menüsort, csak vegán verzióban. Természetesen megkérdeztem tőlük, hogy veganizálhatom-e őket, és azt mondták, hogy... Igen, azért nézitek ezt a videót. Pont 4 ilyen videótípusuk van, és ezért kicsit mixeltem és meccseltem, és pont mindegyik videóból egy étkezést választottam ki. Kezdjük mi is az itallal. Italt fogunk most sorsolni. Igen, jó. Kőpapírolló! Kőpapírolló! Elmondanám neked, drága Andrisom, nem tudom, hogy ittál-e ma már kávét, nem. De kávézni fogunk menni. Jó, nagyon szuper, nagyon örülök neki. Jó, és a Frey kávézóba fogunk menni, és ott is azért írtam ezt a helyet, mert van egy kávé, amit nagyon-nagyon szeretek. Aha, és szeretném, hogyha azt megkóstolnád. És ez meleg? Nem meleg, hanem hideg. Az a neve, hogy Dio Frappé. Ittam már. Na, annyira szeretem. Én nagyon-nagyon jó. Úgyhogy akkor menjünk a Frey kávézóba, és ígyünk egyet. Jó, nagyon örülök, hogy jeges kávé, jaj, de jó. Igen, egy jó jeges kávé. Én sem kávéztam még reggel, és már nagyon rám fér, mármint ez nem ilyen beszélj velem addig, amíg nem kávéztem dolog, viszont szükségem van egy kis kávéra. Amint megláttam ezt a Dio Frappé dolgot, rögtön rápörögtem. Készítsük el! Először is potyogóssal csinálok egy adag kávét. Megpróbálom elkészíteni a saját verziómat. Először is egy kis tasak jót beteszek a turmixébe. Adok hozzá egy adag szója tejszínt. Remélem jó sűrűl. Na ettől féltem, hogy ez csak szója tej. Basszus, hát amúgy lehet, hogy csak szója tej. Hát de idegesítő, mert ez a tejszíneknél volt, és növényi tejszínt kerestem. És megtaláltam ezt, amire rá volt írva, hogy szója, közvetlenül a tejszíneknél. Egy picit féltem, hogy ez lehet, hogy csak egy kisebb méretű tej. Mindegy. Ehhez adok egy adag mézet, hogy édes legyen. Egy kis sót, hogy ez kihozza az ízeket. Én mindig arra esküszöm, hogy az édes dolgokba egy csipet só kell, és nemrég eszembe jutott, hogy én nekem ez honnan jött. És még 1000 éve volt egy barátok közt rész, ahol a Zsófi, ugye a kis Ramón karakter, egy forró csokit kihozott valakinek, és elkezdte megsózni, és a vendég nézett, hogy mi? És mondta, hogy kihozza az ízeket, és akkor megkóstolta a vendég, és mondta, hogy úristen, mindig ő hozzon nekem mindentől kezdve forró csokit. Ez szerintem így beleégett az agyamba, és azóta minden édes receptbe teszek egy kis sót. Nem akarom, hogy a magyarul túlzottan átvegye a szerepet a diótól, de egy kis fél teáskanál magyarulvajat teszünk bele a krémesség kedvéért, és ezt nagyon jól összeturmixoljuk. Jó krémes lett. Nagyon jól kiérződik a dió. Na és akkor most beleteszek egy adag rizstejet, mert az a kedvenc növényi tejem. Aztán egy csomó jeget. És rájön a kávé, ami reméljük, hogy nem fogja rögtön megolvasztani a jeget. Nincsen fogója a kotyogósunknak, mert leégettem róla. Jó, de izgi. Ezt az egészet fogjuk, és nagyon jól összeturmixoljuk. Megvan az hajré! Ú, ezt is nagyon-nagyon kívánom. Na, meg is érkeztünk, úgyhogy kóstoljuk meg, vagyis nem, először nem ijattam hogy... bele egészen eddig. Igen. Mi egészen ez alatt, egy perces út alatt nem ihatod bele. Annyira jó. Nagyon finom. Nagyon. És ez nem is az az émeítő édes. Uh-huh. És ilyen, benne van ez a nagyon erős dió íz, tudjátok, nagyon amikor finom. Ilyen... Nagyon finom, meg szerintem dió darabok. Az a baj ezzel, hogy én meg tudnám inni egy perc alatt. Meg is fogom. Romantizálom az életem, ezért egy boros pohárba teszem bele. Nem lett túl édes, szóval még abszolút megvan a kávénak az a kicsit kesernyés íze.
baromi jó diós utóízzel. De ha újra csinálnám, talán egy picivel kevesebb kávét tennék bele, hogy az az isteni diós krém, amit az elején csináltam, az jobban domináljon, és nem kellett volna ráönteni a jégre a forró kávét, mivel most van langyos hőmérsékleten. A barátom, aki egyébként csuma feketén issza a kávét, espresso formájában, ő most meg fogja kóstolni ezt a diós, habos, babos frappét. Papi! A papi jobban szereti a Márkot, mint engem. Papi, a kedvenc koktél. Hát, sima kávé jó. De nem már, azért ennél mondhatnád. Nem lesz életem ital. Ne úgy fogd fel, mint egy kávé, hanem mint egy üdítő ital. Ja, annak se jó. Tudom, amikor egy édességet is kívánsz, egy desszertet, de egy kávét is meginnál, mint egy tiramisu. Ami nem rossz, kicsit ilyen macsa teás íze van. Macsa. 10-ből. 6. Nekem ízlik, hogyha valaki az én ízlésemben bízik. Akkor egy próbáld meg én, ugye? Ugye? Kőpapírolló. Kőpapírolló. Jó, mit írtál? A Fridays-be megyünk. Komolyan? Igen. Aztva. És a csónak burgonyájukat fogjuk enni. Az mivel van töltve? Cheddar sajt, bacon. Jó, oké. Okay. Nem szabad ugatni. Kezdjük is el. Fogom a krumplikat, és először is megfőzöm őket. Egyébként ezt a receptet most így saját kútfőből találtam ki. Szerintem ez így működőképes lesz. Előtte megszmikálom őket egy kicsit. Ehhez jön a bacon, amihez tofut fogunk használni. Préseljük ki belőle azt a lehető összes juice-t, és ezután próbáljuk meg minél vékonyabb szeletekre vágni. Jó. És akkor ezt fűszerezzük meg jó baconösre. Valamiért azt érzem, hogy egy kis teljes körlésű liszt ez jól menne hozzá, hogy ropogós legyen. Nem tudom, ez lehet, hogy hülyeség. Adunk hozzá egy kis mézet, pikáns fokhagymaport, csípőszószt, borsot és szójaszószt. Már csak egy kis folyékony füst hiányozna belőle, és olívaolaj, csöhetnek rá a bacon darabkák. Amíg pirul a bacon és fő a krumpli, addig csináljuk meg azt a tejfölös újhagymás dolgot. Sajnos vegán tejfölt nem találtam, mert Olaszországban még sima tejfölt sem lehet kapni, nemhogy vegán tejfölt. Ezért vegán natur joghurthoz hozzáadom a felszeletelt újhagyma szárat, sózom, teszek bele egy kis bazsalikumot és fokhagymás pikáns port. Jó, elkészült a krumpli. Rohadt forró. Nekem az volt a tervem, hogy félbevágom, és megpróbálom kikanalazni a belsejét. Jajaj, ez már szétesett! Tervem szerint ezeket a héjakat ráteszem egy tepsire, olívaolajozom, és mind a két oldalát borsozom és sózom. A héjakat beteszem egy kicsit pirulni, addig, amíg elkészítem. A töltelék az egy klasszikus krumplipüré szerűség lesz. Ha azt mondom, hogy klasszikus, utána nem mondhatom azt, hogy szerűség. De mindjárt meglátjuk. Teszek a krumplihoz egy jó adag margarint. Borsozom, sózom. Mivel mi Olaszországban vagyunk, ezért cheddar helyett vegán parmezán sajtot fogok beleszórni. Hát még kéne beletenni egy kis tejszínt. Kész baconnek, ami egyébként nem megégett, csak szójaszósz van rajta, egy részét is keverjük bele. Jelenleg ő a legszebb, vele haknisznék, hogyha szabad. Most ezeket a kissé félre sikerült héjakat megtöltöm ezzel a krumpli pürével. Még szórok mindegyik krumplira pár szem tofu bacont. Ez most így visszamegy a sütőbe, szerintem olyan fél órára kb. Megvan. Hú, ez nagyon kacifántos volt. Mit csinálja fogjam? Na, és akkor ugye van hozzá tejföl. De ilyet te is csináltál már, nem? És ez amúgy tényleg pont egy ilyen előétel. Igen, ez az előételen is van. Jó. És akkor tejföl, mindenek. Hát ez fullos. Nagyon-nagyon szeretem. Ez ilyen olyan kaja, hogy gyerekkoromban apa mutatta meg, hogy létezik, és úgy azóta, hogy idejövünk, csak ezt teszem. Olyan
olyan illatok szállingóznak, mennyire néz ki baromi jól? Én most így ránézésre nem mondanám meg erről, hogy vegán, de lehet, hogy elfogult vagyok. Júj. Ez valami... konkrétan isteni. A héja a krumplinak ropogós, közben belül ez a krumplipürés szerűség olyan omlós, de annak is ropogós a külseje, van egy baromi jó sajtos sós íze, rajta ezek a kis ropogós szalonnadarabkák, és ez az új hagymás natúrjoghurt. Kicsit olyan érzésem van, mint a hagymás tejfölös és a sajtos chio chips keveréke lenne. Mert a krumpli sajtos, és ott van a krumpli, ami ropogós, és egy ilyen tejfölös hagymás dologba mártam, tehát mintha ez a két isteni chips így találkozna. Jó. Enném azt is, amit én írtam, de szerintem amúgy te nem. Ennéd. Jó, hát kíváncsi vagyok. Kő, papír, olló! Nem, jó, újra. Kő. De most lehet, hogy nem fogsz neki örülni. Hova megyünk? Hát én a Vapiano-t írtam. Én gondolkodtam rajta, hogy oda menjünk. Ja, jó, akkor de jó. Végül azért nem írtam azt, mert úgy voltam vele, hogy azért a te ilyen ikonikus helyed, és akkor én meg nem akarok. Jó, ne, én azért írtam azt, mert én kívánom a tésztát, szeretem a tésztát, ennék tésztát, úgyhogy... Nos, mint látjátok, irány a Vapiano. Ez megint csak egy olyan hely, ahol ilyen 3-4-szer voltam életemben, de nagyon régen. Megláttam a két tésztát, megmondom őszintén, hogy Barbie tésztája annyira nem nézett ki bizalomgerjesztően, de ezt ő el is mondta a videóban, hogy nem is volt finom. Andris is sokkal jobban tetszett. Andrásom. Igen. Mit kértél? Én azt kértem, amit mindig szoktam, ez a pasta konyak nevű tészta, és nem volt sima spagetti, ezért teljes kiörlésű spagettivel kértem. Ebben egyébként hát van újhagyma, csirke, borsó és ilyen konyakos szósz. Aha. Én elméletileg egy ilyen tejszínes szószos csirkes tésztát kértem amúgy. Hát ez ilyen paprika. De igazából nem baj, mert ez is jó lesz. Nem is, hogy nem ettem, nem is hallottam még pasta konyakról, és egyébként rákerestem, és szerintem ez annyira nem egy létező dolog, mert főleg a Vapiano jött ki, hogyha beírtam. Viszont találtam egy receptes videót egy nagyon cuki bácsival, szóval csináljuk is meg! Jó sok összetevő van, már ott fő a víz, hogy beletegyük a teljes kiörlésű spagettit, amit az Andris is evett. Szokásos olívaolaj, tehát ez a teljes kiörlésű Barilla tészta. Amúgy fun fact, itt a Barilla tészta eszméletlenül olcsó. Közben ide jön a hagyma. Hozzáadom a borsót. Csirkemellre lesz szükségünk, és tök izgatott vagyok, hogy találtam vegán csirkemell csíkokat. A veganizálva karrierem alatt rengetegszer kerestem ilyesmit, és soha nem találtam még. És közben hozzáadok apróra vágott chili paprikát. Minden szépen megpirult. Jöjjön egy adag paradicsomszósz, bazsalikom, kis só, és fekete bors. Jön ez a valószínű kamu tejszínünk. Legalább jó szószos lesz. Az a helyzet, hogy elmentem ma bevásárolni, végignéztem az egész boltot, aztán megkérdeztem egy ott dolgozó embert, aki szintén végignézte az egész boltot, sőt még a raktárba is elment, és nem volt konyak. Szóval ez valószínű Olaszországban nem egy gyakori dolog, mert ez egy nagy bolt. Viszont azt olvastam, hogy a whisky viszonylag hasonló a konyakhoz, a színe is ugyanolyan, szóval a Mark whiskyjéből csúrok egy kicsit, és azt teszek a tésztába. Jaj! Hogy is ez a 80 kg újhagymát, amit fölvágtam, ezt is belerakjuk. Nagyon alkoholszag van, ez jó jel. Kicsit rosszul vagyok. Én meg szerintem mindjárt meghalok. Ez a tészta, ez kicsit sok volt. Már őszintén megmondom, igen. Nektek is őszintén megmondom, hogy nekem ez nem jött be. Konkrétan. Kicsit olyan ízetlen volt. Ízetlen volt, nagyon. Az enyém. Az enyémnek sem volt sok íze. Vizes. Vagy hát ezt most nem tudom, hogy mondjam. Tél leves állat. Igen, igen. Leültem a földre, mert egyszerűen itt van a legjobb fény, de így csatlakozott hozzám egy kis bogár. De ima a tésztánk, tök jó illata van. Kóstoljuk meg. Bocsi, pápi, te nem mehetsz. Mivel csak vigyázunk a kutyusra, ezért nem merünk neki semmit adni. Nagyon szívesen adnék egy-egy darab dolgot abból, amit eszünk, mert mindig ilyen szemekkel néz, és nagyon nehéz megállni. Viszont, hogyha bármi baj történne, az nagyon nem lenne jó, és nem tudjuk, hogy otthon például mennyire gyakran adnak neki nem kutyakaját. A vegán csirke annyira nem jön be. Én arra számítottam, hogy ilyen rágós állaga lesz, mint egy igazi húsnál, hogy azért meg kell küzdened vele, és rágni kell. Ez csak így szétmálik a szádban. Úristen, ez nagyon érdekes, mert érzem benne a viszkit, de csak egy ilyen kis lehelleknyit. Ez amúgy jó. Pikáns a csilitől, van egy ilyen kis alkoholos íze, meg jó sok hagyma. Azt kell, hogy mondjam, hogy finom.
De nem elég jellegzetes. De simán lehet, hogy én csesztem el a receptet. Talia desszertnél. Úgy nézek ki, mint valami mesefigura. Azóta 23:59 van, még éppen, hogy a nap vége előtt kezdem felvenni a desszertet, ugyanis azóta voltam olasz órán, meg házit írtam, meg ilyenek. Tökéletes midnight snacknek. El szeretném fogyasztani a desszertet, ami nem lesz más, mint töntörödrök. És akkor jöjjön az utolsó, amit most már tényleg nagyon szeretnék megnyerni. Hát ahhoz tenni is kell. Valamit. Oké. Okay. De neked olyan desszerted van, amit nagyon szívesen fogyasztanál. Igen. De én is szeretném. Aha. Biztos? Öbben 100%-ig biztos vagyok. Jó. Kőpapírolló! Én, amit választottam, ez az Október 6 utcában van. Egy rétes ház. Nem. De papír! Megmondjuk őszintén, az a probléma, hogy bármennyire is oda voltam a rétesért, nem volt nyitva a rétesező hely, ahova szerettem volna menni, úgyhogy... No rétes! Úgyhogy Barbie kívánsága vált valóra, hogy nem fogunk rétesezni. És még így is ő választott. És én nagyon szomorú vagyok, de még így is én választhattam, és... De máshova fogunk menni, mint az egyik másik kedvenc helyemre, az Anzsuna fagyizóba. Andris választotja az Anzsuna fagylalt, vagyis jégkrém. Ugye mindenki egyetért ezzel, hogy a pálcikás az a jégkrém, a tölcséres az a fagyi. Tartalmilag semmi értelme nincsen, de úgy érzem, hogy van egy konszenzus, így a mi generációkban, hogy ez így van. Némi előkészületet igényelt ez a desszert, ugyanis a fagy részét azt megcsináltam reggel. Úgy döntöttem, hogy olyan ízeket válogatok össze, amik nekem a legjobban ízlenének. Vettem banánt, szedret és málnát, ezeket összeturmixoltam egy kis vízzel, mert én nem annyira szeretem a teljes turmixokat. Beletettem ezekbe a jégkrém tartókba. Azóta reméljük, hogy sikeresen megfagytak, viszont még egy jó kis csokimászt el kell hozzá készítenünk. Azért, hogy azt a kupitot létszik, próbálom meg. Lehet, hogy legjobban eltitkolni valami. Ez a megoldás, ami rendkívül tetszett, hogy rátetted a frissen tartó fóliát a lukacsos cuccra. Csokoládét keresem. Ahogy én soha nem használom azt a szót, hogy csokoládé, mindig azt a csoki, de néha egy viccből mondom, csak az a vicces, hogy senki más nem tudja, hogy viccből mondom. Tudod, miket mondok még viccből? Miket? Gyakran azt mondom, hogy burgonya, meg azt, hogy édes burgonya, meg azt, hogy burgonya püré, miközben én világ életemben mindig krumplinak hívtam a burgonyát, és kicsit cringe-elek is azon, ha valaki azt mondja, hogy burgonya, de valamiért viccből azt mondom, hogy burgonya, de senki más nem érte, hogy vicc, mert igazából tök normális. Hogy valaki azt mondja, hogy burgonya. Fogunk egy 85%-os étcsokit. A forra víz, ezt lefedjük, hogy minél gyorsabban menjen. És akkor azt ide ráteszed erre? Erre itt? Uh-huh. Nem. Úgy működik ez, hogy fogunk valamit. Nagyon fáradt vagyok. Én is. Látszik a szemedben is. Igen. Hát két ilyen lila zsák. Nagyon. Nem vagy csúnya. Lila zsák? Szóval, ez kicsit. Kiveszünk kettőt. Ez jó. Csinálj egy egész ilyen bevonatot. Amúgy csinálj. Helyet is foglaltunk egy szuper kis kuka mellett. Igen. Az én fagyim, sósmogyoros étcsokis fagyi, amit még pluszba étcsokiban mártottak, és málnaszórás van rajta. Gyönyör a Barbie lett. Pedig a, nem tudom, hogy ez miért, a Barbie miért így kérte, de a Barbie pedig egy szimpla pisztácia. De kellemes crunchy hangja volt. Félsz tőle? Nagyon jó. Nagyon félek tőle. Nagyon-nagyon finom vagy. Tip stop a zöld. Tök jó rá fagyott a csoki, viszont így neked is lejön róla egy kicsit. Úszik a tetején? Aha. Maga a fagyi az szerintem nagyon jó. Igen, de valahogy nincs olyan nagyon hideg vibe-ja. Talán még lehet egy kis extra édesség.
Jó lenne bele, jókor csinálom ezt, tehát így télen teszem ki ezt a videót, de ez egy jó kis nyári recept. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Írjátok meg, hogy nektek melyik étel tetszett a legjobban. Nekem egyértelműen a krumpli. Írjátok meg, hogy kit veganizáljak legközelebb. Valószínű, hogy találkozunk holnap után. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Ezt te sem nyomlál, azt hiszed zöld vagy, legalább